Ezek az utasok a kijelölt helyen biztonságosan közlekednek a kisvárdai vasútállomásnál, ám bőven akadnak olyanok, akik illegális helyet választanak a síneken való átkeléshez. Hiába a biztonsági szakemberek figyelmeztető szava és a tiltó táblák, ezek az emberek saját testi épségüket kockáztatva vágtak át a kisvárdai síneken. A város itt ketté vágja a vasúti vonal. Van egy felüljáró az állomás túlsó végén, sajnos azt nem igen használja, csak gépkocsi közlekedésre. Így az emberek kockáztatnak, hogy a másik oldalra, a túloldalra átjussanak. Az elmúlt 5 évben 10 halálos kimenetelű baleset történt a kisvárdai állomáson és környékén, ezért is tartottak utasbiztonsági kampányt a mávosok, a rendőrökkel és diákokkal közösen. Arra hívnám fel az utazó közönség figyelmét, hogy az illegális átjárás mellőzze, az illegális átjárókat ne használja a vasúti pályaudvaron, illetve annak közelébe használják a peronokat, a kijelölt átjárókat, aluljárókat. Számtalan balesetveszélyt rejt magában az, hogyha a csúszós, nedves sineken próbálnak átkelni, mozgóvonatra próbálnak az utasok fel, illetve leszállni. Az utasbiztonsági napon a diákok többek között balesetmegelőzési tesztet töltöttek ki, a legtöbben örültek a kisvárdai kampánynak. Elég sokan járunk az iskolába vonattal, és valamint szoktunk még vonattal járni, kirándulni is több helyre, és úgy gondoljuk, hogy fontos a biztonság. A diákok a mávos előadáson azt is megtanulták, miért nem szabad leszállni a mozgó vonatról, miért kell a peronok elsodrási határán kívül tartózkodni, valamint kisfilmeket néztek meg többek között a megrongált, graffitizett vonatokról. A vonatok esetében is ugyanolyan romboló a látvány, a hatalmas graffiti égtelenkedik az oldalán, mintha a család autóját fújná össze valaki. Az utasbiztonsági napon elhangzott, hamarosan felújítják és korszerűsítik a kisvárdai vasútállomást. Többek között aluljárók és kerítések is segítik majd az utasok biztonságos közlekedését.